Kezdődött a honismereti élménytábor itt a helytörténeti gyűjteményben. Ide vártuk a történelem és természet szerető fiatalokat a kistérségből. 18 gyerek van nálunk most a táborban. Igazából elsősorban alsósok fele húz inkább a többség, de felsősök is vannak azért. Sőt, két ember, aki már középiskolába megy. Nagyon széles ez a korosztály, de mindenkinek próbálunk megfelelő információt és szórakozási formát nyújtani. Ott látható egy ilyen kiállítás részleg. Pásztorkodás, ott van egy. Milyen pásztor az a szerintetek? Van egy ilyen ismertető élet? Erről lesz az ismertetőjét, ez ilyen pásztor. Jó pásztor. Juhász? Igen. Zsolnai Gábor van itt nálunk a Bajvivó Magyarok Hagyományőrző Egyesülettől. Ő tartott a délelőtt folyamán a gyerekeknek egy ismeretterjesztő, rövid, interaktív előadást a végvári vitézek életmódjáról és a török korszakról. Török hódoltság korának, tehát a 16-17. Század korszakából ismerkedhettek meg fegyverekkel, mint rákozott huszárvértel, fokosokkal, szabjákkal. Ezekhez mindegyik darabhoz ugye fűztünk egy anekdotát, egy történetet, hogy izgalmasabbá tegyük az előadást. A gyerekek föl is próbálhatták a páncélokat, megnézhették a fegyvereket. Majd utána ide kijöttünk ebbe a gyönyörű parkba, és itt török-magyar csatajátékot játszunk a gyerekekkel. Tehát van két csapat, az egyik piros, másik kék szalaggal jelölve, egyik a török, másik a magyar, és egy mezői csatát játszunk el. Az egyik, amit vágás gyakorlunk, a huszár 8-as, mutatom, vágok egy lábat, véd ki, úgy, és megvan. Nagyon-nagyon fegyelmezett egy csapat, nekem nagyon pozitív tapasztalat ez a kis kumajsai csapat. Nem vagyunk sokan egy 20-an, úgyhogy 10-10 fő harcol egymás ellen, de fegyelmezettek, odafigyelnek a taktikai megbeszéléseken, betartják az előírt stratégiákat. Mit eredményezhet egy gyermeknek egy ilyen csatában való részvételt? Tehát nagyon jó fejleszti a kooperatív készségeket, hiszen lehet bárki bármennyire jó vívó. Itt nagyon sok gyerek már a külső 28-asokat, belső 28-asokat nagyon gyorsan elsajátította, de ez kevés egy csatajátéknál. Itt 10 emberről van szó, itt meg kell tanulni, mi a testőrök szerepe, hogy védjék a kapitányukat, és kooperálni kell a társaiddal. Itt az egyéni virtuskodás nem működik. Balázs, mi a taktikátok a csatába? Többen menni egy emberre. Te hogy bírtad az előző csatát? Jó, bírtam. Mire számítotok? Ki győz most? Még mindig mi. Mi minden fér bele ebbe a tábor életébe? A hétfői nap során a múzeummal ismerkedtünk meg, hogy mi az intézmény, ez a múzeum, milyen dolgok vannak és hogyan kerülnek vele ide a tárgyak. Elmentünk a főtérre, és ott a régi kiskunmajsai világot hasonlítottak össze a mai helyzettel. Szankra fogunk menni Kiskun emlékhelyre, lesz egy Jászszent Lászlói napunk, a gyerekeknek lehetősége lesz arra, hogy régi rószerszámokat fogunk leápolni,
bőrápolószerekkel. A tábor során kincskeresésre is indultunk a gyerekekkel, 300 éves térképeket nyomtattunk ki, és a gyerekekkel együtt elindultunk a felfedezésre. Ezek a térképek nagyon tetszettek a gyerekeknek, ez a georeferált térképek, amik nagyon komoly technikával elkészültek, ezt a tévén ki is vetítettük, délután egy haditervet készítettünk, és ez alapján mentünk nyomozni. Ezt a technikát Szentlászlói zsandár laktanya kapcsán is majd elő fogjuk szedni, és meg fogjuk nézni, hogy mi maradt ebből a térképen még lévő zsandár kaszárnyából.